Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Minden Tudás Egyeteme Szeged 5. szemeszterének 7. előadásán, a József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. Az előadás sorozat a Minden Tudás Egyeteme KHT és a Szegedi Tudományegyetem együttműködésében jött létre. A Magyar Tudományos Akadémia tudományos irányítása mellett és a Magyar Telekom társadalmi szerepvállalásával. Az 5. szemeszterben 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Városi Televízióban péntek esténként 6 órától és a Minden Tudás Egyeteme Szeged honlapon tekinthetik meg. Az előadást élőben közvetíti a Rádió Mi, illetve honlapján a korábbi előadások hanganyaga is letölthető. A Minden Tudás Egyeteme Szeged előadásainak rövid összefoglalóját pedig a Dél-Magyarországban és a Szegedi Egyetemben olvashatják. A Minden Tudás Egyeteme Szeged honlapon folyamatosan láthatóak az előző szemeszterek előadásai is. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, tévénézőink pedig a Minden Tudás Egyeteme Szeged honlapján a www.u-szeged.hu Minden Tudás oldalon tehetik fel kérdéseiket. Mai előadónk Póka Andrea, az Eötvös Loránd Tudományegyetem geofizikus szakon végzős hallgatója. Póka Andrea 1985-ben született, 2003-ban érettségizett a Salgótarjáni Bolyai János gimnáziumban, majd tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem geofizika szakán folytatta. 2005-től a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi kar ritmikus gimnasztika szakedző képzésének is hallgatója. Kutatási területe a földrengések és a föld forgásának kapcsolata. Erről az ifjú szakemberek ankétjában publikált 2006-ban és 2007-ben is. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián 2005-ben negyedik, 2006-ban második helyezést ért el. Bakony Bélen idén az ifjú szakemberek ankétján a MOL, valamint a Magyar Tudományos Akadémia geodéziai és geofizikai kutatóintézetének külön díjában részesült. Felkérem Póka Andreát, tartsa meg előadását. Tisztelt hallgatóság, kedves nézők! Én Póka Andrea vagyok, az ELTE geofizikai tanszékének 5. éves hallgatója, mint az előbb már hallottuk. Most tavasszal itt Szegeden volt az Országos Tudományos Diákköri Konferencia döntője, és itt az a megtiszteltetés ért engem, hogy itt kaptam azt a megtiszteltetést, hogy önöknek itt most Minden Tudás Egyetemek keretében beszélhetek a geofizikáról, illetve a saját kutatási témámról, a földrengésekről és a földforgásának kapcsolatáról. Hát akkor... lássunk is neki. Tehát mi is ez a geofizika? A geofizika a Földdel és annak környezetével foglalkozik, ezek fizikai tulajdonságait vizsgálja. Ez térben a Föld középpontjától a mágneses tér külső határáig terjed, míg az időskála, amit vizsgálunk, a Föld keletkezésének pillanatától napjainkig tart. A geofizika szoros kapcsolatban áll a geológiával, a geodéziával, illetve a meteorológiával, hiszen azonos a vizsgálataink tárgya, ez a Föld. De a csillagászatnak is nagy szerepe van a geofizikában, hiszen a Földön zajló fizikai folyamatok kapcsolatban vannak a naprendszerben zajló eseményekkel, így sok is ismeretet szerezhetünk innen is. A geofizika két nagy részre osztható. Az általános geofizika a Földdel általában foglalkozik, globálisan tanulmányozza és magyarázza ennek különböző fizikai tulajdonságait. Még a kutatógeofizika a nevével ellentétben nem az elméleti kutatást rejti, hanem különböző nyersanyagok utáni kutatást jelent. De a környezetszennyezés következményeinek kimutatására, illetve a régészetben is gyakran használnak különböző geofizikai módszereket. Tehát akkor most nézzük, hogy mivel is foglalkozik részletesebben. Tehát az általános geofizika a Földet globálisan tanulmányozza. Ennek egyik szakterülete a Föld gravitációs terével és alakjával foglalkozik. Ugye a Földet első közelítésben gömbnek tekintjük, de ha pontosabban akarjuk megadni az alakját, akkor egy forgási ellipszoiddal közelítjük. Valójában a Föld geoid alakú, ez egy meglehetősen bonyolult forma, ennek pontos meghatározása a geofizika egyik feladata.
Az általános geofizikához tartozik a Föld mágneses terének matematikai és fizikai elméleti leírása is. Ez azonban nem korlátozódik a Földre, hanem annak környezetére is kiterjed. A Föld mágneses tere dipólus szerkezetű, ahogy azt itt az ábrán is lehet látni. Erre a mágneses térre a nap igen nagy hatással van, ugyanis a napból érkező töltött részecskék árama a napszél, melynek sebessége több száz kilométer per szekundum is lehet. Tehát ez a napszél, ez igen csak befolyásolja a földi mágneses teret, hatására a földdel ellentétes oldalban akár 1000 földsugár távolságnyira is, tehát elfújja mégis a föld mágneses terét. Míg a nap felőli oldalon a földi mágneses tér mindezt a 10 földsugár távolságban érzékelhető. A napszél egyik másik következménye a sarki fény, ahol ezek a töltött mágneses részecskék a földi mágneses térrel kapcsolatba kerülve ilyen csodálatos jelenséget biztosítanak nekünk. Az általános geofizika tárgykörébe tartozik a szeizmológia is. Ez a földrengés által keltett hullámok vizsgálatával foglalkozik. Már a középkorban Kínában építettek különböző földrengés figyelő műszereket. A képen is láthatunk egy ilyet. Ez úgy működött, hogy ezek a békák, amik itt helyezkednek, tehát ezeknek a békáknak a szájában különböző golyók voltak, és ebből tudták megállapítani a földmozgások irányát. Ugyanis amikor mozgott a föld, akkor a bizonyos békák szájából kiestek a golyók, és ebből meg tudták határozni, hogy hogyan történt a talajelmozdulás. Manapság persze már nem békákat használnak erre, hanem a képen látható szeizmográfot. Ez úgy működik, hogy itt egy hengeren egy papírcsíkot forgatnak, és e fölött egy rugón egy kis súly helyezkedik el, melynek a végéből egy tű áll ki, és ezzel a tűvel történik a talajmozgás regisztrálása. Például a 2004-es szumátrai földrengésnél annyira elmozdult a talaj, hogy még az egész regisztrátumról is kimászott a jel. Nagyon sok helyen tehát ezt a szeizmográfot használják, de nagyon elterjedt a digitális jelek rögzítése is. Tehát ezt manapság egy ilyen kis dobozkába bezárják, és ebből semmit nem látunk, de digitálisan számítógépekkel rögzítik a talajmozgásokat. A földrengés hullámok például a föld belső szerkezetével kapcsolatban is sok információt nyújtanak számunkra. Erről még később részletesebben beszélni fogok. A geofizikához tartozik az űrkutatás is. Az űrkutatás a földi légkörön túli környezet űreszközökkel történő vizsgálatával foglalkozik. Alkalmazásait a mindennapi életben is gyakran használjuk, ilyen például a távközlés, a műholdas meteorológia, vagy a navigáció, a műholdas navigáció, a GPS. A geofizikában leginkább a távérzékeléssel foglalkozunk. Itt a képen a Terra műhold látható, amely a másik képet készítette, ez az ELTA műholdvevő állomása által lett rögzítve. A Balaton látható kötfátyolba borítva egy részét. És az űrkutatás foglalkozik még a naprendszerben lévő bolygók, illetve holdak vizsgálatával is, ugyanis ezek az információk szintén fontosak a Föld megismerésében. Tehát ennyit az általános geofizikáról, és akkor most a geofizika kutatási módszereit szeretném röviden bemutatni. A geofizikai kutatás 90%-ban szeizmikából áll, ugyanis ez a legalkalmasabb, az egyik legfontosabb nyersanyagunk a kőolaj kimutatására. Alapja a szeizmológiához hasonlóan szintén hullámok vizsgálata, amelyek a Földben terjednek. A különbség csak annyi, hogy ezeket a hullámokat nem a földrengés generálja, hanem mi keltjük robbantással például. Persze ezek energiája sokkal kisebb, mint a földrengés hullámoké, így nem okoznak pusztítást. A lényeg az az, hogy egy föld felszínen elhelyezett forrásból hullám elindul lefelé, és itt egy réteg határon vagy megtörik, vagy visszapattan, és az így előbb-utóbb felszínre érkező hullámokat geofonokkal rögzítjük, melynek eredményeképpen a képen látható szeizmikus szelvényt kaphatjuk meg. És ez a szeizmikus szelvény arról ad nekünk információkat, hogy a mélyben a rétegek hogyan helyezkednek el. Mellesleg itt Szegeden ez azért érdekes,
mert itt van nem messze Magyarország legnagyobb kőolaj és földgázmezője, tehát ez az egyik legjobban megkutatott terület szeizmikus szempontból. A geofizika történetében jelentős szerepet játszanak a gravitációs mérések, ugyanis ezek voltak az első geofizikai mérések. Nekünk, magyaroknak azért még fontosabb ez a dolog, ugyanis Báró Eötvös Loránd alkotta meg az első precíziós mérőműszert, a róla elnevezett Eötvös ingát. A mérés alapja az, hogy a Föld nehézségi erőtere pontról pontra változik, és Eötvösnek sikerült kimérni ezt a nagyon pici változást. A változás oka az, hogy a talajban a kőzeteknek különböző a sűrűsége, így például kimutatható a kőolaj, aminek kifejezetten kisebb a sűrűsége, mint az átlagos kőzeteknek. Így különösen nagy siker az, hogy Eötvösnek a felvidéki Egbel közelében ezzel az Eötvös ingával sikerült kimutatnia egy kőolajmezőt. Ez volt az első alkalom, hogy felszíni módszerekkel sikerült a mélyben lévő dolgokat megtalálnunk így, konkrétan kőolajat. Így a módszer világszerte nagyon hamar elterjedt. A mágneses mérések szintén nagy hagyományokkal rendelkeznek, ugyanis már az 1600-as években rájöttek arra, hogy bizonyos helyeken, ahol például sok a vasért, ott az iránytű nem teljesen úgy működik, ahogy általában szokott. És akkor elkezdték a vasért kutatásban az iránytűt használni. Aztán később a mágneses mérések használati köre kiterjedt, és például a régészetben is nagy segítséget tud nyújtani. Itt az ábrán egy neolitikus kultikus erőd képe látható, ez már betemetődött, de hát igazából itt a képen látszik, hogy milyen ma ez a kép, tehát igazából semmi nem látszik ott a felszínről, de mégis ezzel a mágneses kutatómódszerrel sikerült pontosan lehatárolnunk, hogy hol volt egykor ez az erőd. Mellesleg ennek a feltérképezésében magam is részt vettem, tehát kicsit raknám. A geoelektromos kutatási módszereknek nincs annyira patinás múltjuk, de jelenleg annál szélesebb a használati körük. A vízkutatástól kezdve a környezeti károk kimutatásán át a geológiai felmérésig számos helyen alkalmaznak geoelektromos kutatómódszereket. A módszer lényege az, hogy itt látható egy elektróda, amelyen keresztül áramot táplálunk a Földbe, így kialakul a Földben egy áramtér, amelyeket különböző mérőelektródák segítségével regisztrálunk. Így a képen látható elektromos ellenállás szelvényt kaphatjuk, ahol a különböző színek különböző kőzeteket, vagy különböző víztartalomra utaló jeleket mutatnak nekünk. Ebből sok mindent meg tudunk határozni. A mélyfúrási geofizika alatt a fúrókútban elvégzett különböző geofizikai méréseket értjük, ezeknek tervezését, kiértékelését, illetve kivitelezését. A fúrókutakat általában kőolaj és földgázkutatás, valamint vízkutatás céljából mélyítik, és amikor készedjük, akkor különböző szondákat eresztenek le. Ezeket a szondákon geofizikai mérőeszközök vannak, amelyek lehetnek elektromos, mágneses vagy szeizmikus műszerek, de gyakran radioaktív méréseken alapuló műszereket is lejuttatnak a kútba, amelyeket fölfelé húzva működtetnek, és így ezek a műszerek folyamatosan mérnek, és így a képen látható mélyfúrási szelvényt kaphatjuk, amelyekből szintén a geológiára, a víztartalomra, illetve különböző fizikai paraméterekre tudunk következtetni. Végül, de nem utolsó sorban szeretném megemlíteni a geotermikus méréseket. Ezek tulajdonképpen hőmérsékletmérések, melyekből a mélybeli hőmérséklet, illetve vízáramlási viszonyokra tudunk következtetni. Ez elsősorban a vízkutatás szempontjából fontos, de a geotermikus energiakutatásnak is ez az alapja. Magyarország azért van kitüntetett szerepben ebben a szempontból, ugyanis nálunk igen magas a geotermikus gradiens, 50 Celsius fok per kilométer. Ez azt jelenti, hogy nálunk a földfelszintől egy kilométer mélységben
50 fokkal melegebb van, mint a felszínen. A világ átlag az körülbelül 30 fok, és ahogy itt a képen is láthatjuk, hogy 2 kilométer mélységben körülbelül 100-110 fok van. Tehát igen, jó paramétereink vannak. Ennek ellenére a geotermikus energia mégsem igazán elterjedt hazánkban. Tehát miután én bemutattam a geofizika különböző szakterületeit, kutatási módszereit, áttérnék előadásom egyik fő témájára, a Földre. Tehát a geofizika vizsgálati területe a Föld, amelynek tömege igen nagy, igen sok nullával lehet jellemezni. Átlagos sugara pedig 6370 km. Ezek a paraméterek több szempontból is fontosak. Egyrészt befolyásolják a Föld forgását, melyek kutatási területeim egyik fontos alkotó részét képezik. Másrészt a földi magasságbizonyokat is meg tudják határozni. Ugyanis azt tudjuk, hogy a Földön a legmagasabb pont a Himalája, az csak nem 9000 méter magas. A legnagyobb mélység a Mariana-árok, ez 11 kilométer mély. Tehát a Földön a magasságkülönbség a legnagyobb és a legmélyebb pont között, ez 20 kilométer. A sokkal kisebb Marson, az Olympus Mons, az 27 kilométer magas. Ez a legmélyebb pontjától van mérve a Marsnak, tehát itt 27 kilométer a magasságkülönbség. A Földön ez nem jöhetne létre, ugyanis egy ilyen magas hegy már összedőlne. Azt, hogy a Marson ez még áll, annak az az oka, hogy a Marsnak kisebb a tömege, így sokkal kisebb ott a gravitáció, mint egy harmada a Földinek. De térjünk vissza a Földre. A Föld réteges szerkezetű, több nagy egységből épül fel. Összetétel alapján három rétegre oszthatjuk. Legkívül van a kéreg, alatta van a köppeny, legbelül pedig a mag. Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mint egy őszi barackot, amelynek ugye szintén legbelül van a magja. Azt körülveszi az őszi barack húsa végül is, az a köppeny, és a nagyon vékony héj felel meg a kéregnek. Ez a Földünkkel is így van, ugyanis látjuk, hogy 6370 km a Föld sugara, és ebből mintegy 100 km maximum a kéreg. De gyakran még annyit se ér, olyan vastagságokat sem ér el. Megkülönböztetünk kontinentális, illetve óceáni kérget. Az óceáni kéreg vastagsága az sokkal kisebb. Mechanikai szerkezet szerint több is elkülöníthetünk több részt. A felső rész a szilárd litoszféra, amely áll a kéregből, és a köpeny felső szilárd részéből. Ez alatt van az asztenoszféra, ami a köpenynek a félig meddig olvadt változata, de azért ez annyira nem folyékony még. Ez alatt van a mezoszféra, ami a köpeny alsó része, ez szilárd. Ez alatt van a külső mag, ez folyékony, halmaz állapotú, és végül legbelül van a belső mag, amely szilárd. Az, hogy a külső mag, az folyékony, tehát azért azt nem úgy kell elképzelni, mint egy pohár vizet, hanem körülbelül, mint a legsűrűbben folyó, vagy a legsűrűbb mézt. De igazából még ennél is sűrűbb tud lenni. Hogy folyékony, azt onnan tudjuk, hogy a földrengés hullámok úgy terjednek benne, mint a folyadékokban. Ha egy pillantást vetünk a Föld domborzatára, akkor látható, hogy az óceánok aljzata az nem sík, hanem vannak mélytengeri árkok, mint például itt Japánnál, illetve középóceáni hátságok, például az Atlanti-óceánban. Továbbá azt is megfigyelhetjük, hogy Afrika nyugati, illetve Dél-Amerika keleti partjai, mintha összeillene. Igazából szinte az összes kontinenst össze lehet illeszteni, ahogy ez korábban volt. Tehát ezek a megfigyelések döbbentették rá arra az embereket, hogy a Föld kérge, litoszférája kőzetlemezekből áll. Tehát azt később megtudtuk, a kutatások kimutatták, hogy volt olyan időszaka a Földnek, amikor nem több kontinens volt, hanem egy nagy szuperkontinens, ezt Pangának nevezték. Több száz millió éve ugye egybe voltak a kontinensek. Tehát ezek a kontinens kéreglemezek mozognak, és nézzük, hogy milyen mozgások is vannak.
Három mozgást különböztetünk meg, vagy elcsúsznak egymás mellett, vagy távolodnak egymástól, vagy közelednek egymáshoz. Amikor két lemez közeledik egymáshoz, akkor előfordul, hogy az egyik lemez a másik alá lebukik. Ezt szubdukciónak nevezzük. Ilyen esetben a lemezen lévő üledékek, ezek a mélybe jutnak, és ott a nagy hőmérséklet hatására megolvadnak, és utat vájba fölfelé szivárognak a kőzetben, és itt vulkáni íveket alakítanak ki. Ez történik például az Andokban, ahol az egyik az úgynevezett Nazca lemez bukik a dél-amerikai lemez alá, ezzel kialakítva az Andok hegylencet és az ottani vulkánokat. Hogyha az Andok nevét egy kicsit spanyolosan mondjuk, akkor az Andes. Erről kapta az andezit nevezetű kőzet a nevét. És ahol ilyen andezit kőzetet találunk, az valamilyen ehhez hasonló környezetben alakult ki. Magyarországon is van ilyen. Ilyen van például a Börzsönyben és a Mátrában. Azonban tehát ez a lemezek közeledésénél volt. A lemezek közeledésének másik példája, amikor nem bukik le az egyik lemez sem, hanem mindkettő a felszínen marad, és így összegyűrődnek, összetorlódnak. Ilyen van például a Himalájánál, ahol az egyik lemez folyamatosan gyűri föl a másikat. Amikor a lemezek távolodnak egymástól, akkor a litoszféra elvékonyodik, és az alatta lévő asztenoszféra anyaga a felszínre tör, ott megszilárdul, és így végülis növeli a lemezek, végülis növeli a lemezeket. Itt épülnek a lemezek. A harmadik példa, amikor elcsúsznak egymás mellett a lemezek, az a következő ábrán látható a legjobban. Ugye itt az összes lemez látható, és az elcsúszásra a legjobb példa a Szent András törésvonal, ahol az észak-amerikai lemez és több kisebb úgynevezett mikrolemez találkozik, és ezek csúsznak el egymás mellett, olykor pusztító földrengéseket okozva. Ugye mi itt az eurázsiai lemezen helyezkedünk el, ez az egyik legnagyobb kőzetlemez. Kiemelném a pacifikus lemezt, ami az egyetlen óceán, teljes egészében óceáni lemez, és ennek itt a Japán alá bukása, a szubdukciója okozza például a Japánban a vulkanizmust. Itt látszanak a lemezmozgások, látszik, hogy az észak-amerikai lemez és a dél-amerikai lemez távolodik. Itt az eurázsiai és az afrikai lemeztől, tehát itt egy távolodás van, itt alakult ki a Közép-Atlanti hátság. Továbbá az afrikai lemez az nem csak távolodik, hanem egy ilyen forgást is végez, amelynek következtében a Vörös-tenger árka az folyamatosan nyílik ki, és ott egy új óceán fog születni. Tehát ennyit a lemezekről, tehát hogyha ezek a lemezek mozognak, akkor földrengések pattannak ki. És akkor mi is pontosan ez a földrengés? Azért mindenkinek van valami elképzelése. Tehát a földrengés a földfelszín egy darabjának hirtelen bekövetkező megmozdulása. Mivel a föld felszíne az folyamatosan mozog, erők hatnak, és feszültségek halmozódnak fel, amelyek hirtelen felszabadulnak, akkor következik be az, hogy a kőzet eltörik, és a kialakult törés mentén ez a kőzet el is mozdul. Ezt nevezzük földrengésnek. Az a pont, ahonnan kiindul az egész törés, azt nevezzük hipocentrumnak. Ennek felszíni vetülete az epicentrum. Egy földrengést jellemezni lehet magnitúdójával, illetve az intenzitásával. A magnitúdója az az energiáját jelenti a földrengésnek, ez egy adott rengésre egy konkrét érték. Míg az intenzitás a felszíni hatását írja le, ez pontról pontra változik, és nem az energiájával, hanem a pusztító hatásával, tehát a felszíni pusztítással arányos. A magnitúdót azt különböző műszerekkel mérik. Ugye már volt arról szó, hogy ilyen szeizmográfokkal rögzítik az elmozdulásokat. A magnitúdót úgy határozzák meg, hogy megnézik az úgynevezett szeizmogramon, ez a regisztrátum, ez a papírcsik, hogy mekkora a legnagyobb kitérés. Ennek veszik a tízes alapú logaritmusát, ezeket különböző mértékben korrigálják, és így megkapják a földrengés magnitúdóját.
Ezt a Richter skálában szoktuk jellemezni, tehát hogyha azt halljuk, hogy egy földrengés 5-ös erősségű, akkor azt a magnitúdóra mondjuk. És ez nem arányos, az ez nem az intenzitással arányos. Ezt meg kell jegyezni, hogy évente több mint 550 ezer földrengés pattan ki, de ezek nagy része még a 2-es magnitúdót sem éri el. Tehát viszont az igazán erős földrengések is ritkán törnek ki. Tehát 8-as vagy annál erősebb földrengés évente egy van maximum, de az is előfordulhat, hogy adott évben nincs ilyen. A rengéskor a hipocentrumban felszabadult energia nagysága arányos a szeizmogramban látható kitéréssel, ugye erről volt szó. És ezt az energiát, ezt ki tudjuk fejezni a robbanó anyag értékével, ami úgy elsőre nem biztos, hogy sokat mond, de ki lehet fejezni különböző események energiájával is. Tehát például egy kisebb villámcsapás egy kisebb földrengésnek felel meg, míg például a hiroshimai atombomba egy közepes, körülbelül 6-os, 6,5-es erősségű rengéssel egyenértékű, de a 2004-es szumátrai földrengéssel még a legnagyobb vulkánkitörések sem tudnak versenyezni, akkor a hatalmas energiája volt. Akkor térjünk át az intenzitásra. Tehát a földrengés felszíni hatását az intenzitással jellemezzük. Ez a földrengésnek az emberre, a környezetére, tehát az az építményekre és a természeti környezetre kifejtett hatását írja le. Ezt nem a rengés egészére szoktuk használni, hanem egy adott területre. Nem mérések alapján határozzák meg, hanem nagyon érdekes módon. Az érintett területekre, ahol észlelték a földrengést, kérdőíveket küldenek ki, amelyekben egyszerű kérdésekre kell válaszolni, például, hogy felébredtek-e a földrengés hatására, vagy érezték-e, hogy megremegnek az ablaküvegek, leesnek esetleg a cserepek a háztetőkről, vagy megrepednek-e a falak. És a válaszokat ugye visszaküldik a földrengés jelzőintézeteknek, ahol kiértékelik ezeket, és ezek alapján megmondják, hogy adott területen milyen intenzitású földrengés van. Manapság leginkább a 12 fokozatú intenzitásskálát használjuk, ahol az első fokozat az alig, illetve egyáltalán nem érezhető, míg a 12. fokozat a teljesen elsőpről, amikor gyakorlatilag minden építmény megsemmisül. Ennek fokozatait láthatjuk itt a képen. Ugye először még föl sem ébrednek az emberek, aztán később már a házak kezdenek megrepedezni, végül teljesen elpusztul minden. Ugye a földrengés intenzitásának nagysága az helyről helyre változik. Itt a térkép a tavaly szilveszteri gyömbrői földrengés intenzitás eloszlását mutatja. Látható, hogy a legnagyobb intenzitás az epicentrum közelében volt, ez teljesen logikus. Itt 6-os intenzitást észleltek. Ettől távolodva ugye csökkent az intenzitás, de meg lehet figyelni, hogy bizonyos irányokban például itt van egy 5-ös, és itt az epicentrumtól ugyanolyan távolságban csak 1-es intenzitással észlelték. Ennek több oka is lehet. Ugyanis, hogyha egy sűrű lakott területen észlelnek egy földrengést, akkor annak nagyobb lesz az intenzitása, hiszen az intenzitás az attól is függ, hogy hányan küldték vissza ezeket a kérdőíveket, egyáltalán hányan észlelték, hogy volt földrengés. Ugyanis hiába van egy nagy földrengés, hogyha az lakatlan területen pattan ki, akkor senki nem észleli, ezáltal nincs pusztító hatása. De ha egy kisebb magnitúdójú földrengés egy nagyváros alatt pattan ki, ahol például sokan felébrednek erre, vagy többen úgy érzik, hogy ez káros hatással volt rájuk, akkor annak sokkal nagyobb az intenzitása. Tehát ennek is valószínűleg ez is lehet az oka. Ha a földrengések földbeli eloszlását figyeljük, a hipocentrumok vannak feltüntetve piros pontokkal, akkor láthatjuk, hogy ezek a földrengések leggyakrabban a lemezhatárokon pattannak ki. Ugye különösen kiemelt itt a Fülöp lemezés környéke, ahol rengeteg földrengés szokott történni. A másik terület ugye az Andok, amiről már ez korábban volt szó, illetve szeretném még kiemelni itt a Törökországot és környékét, ami talán legközelebb van hozzánk is ilyen földrengés veszélyes terület. Azonban, ha megfigyeljük, hogy a kontinensek belsejében, például itt az afrikai lemezen,
vagy itt Balti pajzson, de még akár Indiában is viszonylag kevés a földrengés. Tehát itt nincsenek lemezmozgások, ezért nem pattannak ki földrengések. Magyarországon változó ez a dolog, de viszonylag kevés földrengés van. Tehát ez a magyarországi földrengések eloszlását mutatja. Itt az első körben soknak tűnhet, de igazából ezek kisebb intenzitású rengések. Magyarország ebből a szempontból szerencsésnek mondható, hiszen itt viszonylag kevés, igazán pusztító földrengés volt, de azért volt itt is egy-két nagyobb. Az első írásos feljegyzések 456-ból származnak, ahol egy 6,3-as magnitudójú rengésről számoltak be, amelynek 9-es volt az intenzitása. Ez viszonylag nagynak számít. A legtöbb földrengés az Komáromban történt, a legtöbb nagyobb rengés, és szintén itt volt a legnagyobb intenzitású rengés, ami Magyarországon történt valaha, ez 10-es intenzitású volt, 1763-ban. Végül a legutolsó nagyobb földrengés, az ugye korábban láttuk az Izaszájsza térképét, ez Gyömrön volt, tavaly szilveszterkor, ennek 4,1-es volt a magnitúdója, és a legnagyobb intenzitása az a 6-os volt. Tehát Magyarországon viszonylag kevés, igazán nagy földrengés pattan ki, de ezt nagyon sok ország nem tudja elmondani magáról. Ugyanis bizonyos országokban kifejezetten sok földrengés van, például mint Japánban, vagy Indonéziában és környékén. És itt nem csak az okoz károkat, hogy hogy sok a földrengés, hanem a földrengés következtében hatalmas szökőárak alakulnak ki, amelyek szintén pusztításokat végeznek, olykor még nagyobb pusztítást is végeznek, mint maga a földrengés. Ehhez azonban meg szeretném említeni a tengeri hullámok néhány fajtáját. Alapvetően háromfajta tengeri hullámot különíthetünk el. A leggyakoribb a szél által keltett, úgynevezett normális hullám. De az árapály jelensége is hullámot generál, valamint a szökőár is hullám, illetve hullámok sorozata. Ezek alapvetően eltérnek egymástól, ennek oka az, hogy különbözőképpen keletkeztek. Az első kettő még inkább hasonlít egymáshoz. Ezeknek viszonylag kicsi a mélységük, tehát a sekély mélységekbe hatolnak csak be. A hullám amplitúdója, tehát a hullám magassága, az viszont elég nagy. A hullám hosszúk azért 500 méter, 1000 méter körül lehet. A terjedési sebességük is ilyen 40-50 km per óra, tehát annyira nem gyorsak. Ezzel ellentétben a szökőár, a cunami, közismertebb nevén, az egész víztömeget megmozgatja az aljától a tetejéig, de nagyon kis amplitúdóval. A hullámhossza az akár 200-300 km is lehet, tehát igazán nagy, és nagyon-nagyon gyorsan terjed. Akár 1000 km per órát is elérhet a terjedési sebessége. A cunami, mivel az egész víz tömeg megmozdul, azért tengerrengéseknek is szoktuk nevezni. És az az érdekes, hogy kicsi az amplitúdója, itt láttuk az előbb, hogy körülbelül 1 méter, tehát még az is lehet, hogy egy hajóval átúszunk fölötte, és észre sem vesszük. De ez persze nyílt tengeren van. Amint a partokhoz közeledik, ott a hullámok összesűrűsödnek, és így föltorlódnak, akár több méter, néhány 10 méter magasak is lehetnek. És így a hatalmas víztömeg egy irányba történő mozgása következtében ezek a parton katasztrofális hatásokkal tudnak lenni. Tehát igazából ezért pusztító a cunami, mert hogy nagyon nagy a hullám hossza. És az is előfordul, hogy a szökőár partra érkezése előtt a tenger visszahúzódik. Igazából ez azt jelenti, hogy ilyenkor a víz szint az 1-2 méter, tehát a hullám amplitúdóját tehát viszonylag keveset csökken, de ez lapos partokon, ahol akár több 100 méteres sávot is jelenthet, ami ilyenkor szárazra kerül, és ilyenkor a tenger visszahúzódik, majd később újra elönti a partokat, és hatalmas hullámokat kelt. A kialakulásának több oka is lehet. A leggyakoribbak a tenger alatti földrengések.
De nem minden tenger alatti földrengés kelt cunamit. Elsősorban, tehát, sőt, csak akkor alakul ki szökőár, amikor a lemezeknek van függőleges lemezek mozgásának van függőleges komponense, tehát hogy az egyik lemez a másik lemezhez képest felfelé mozog. Amennyiben két lemez elcsúszik egymás mellett, akkor nem alakul ki szökőár. A vulkáni szigeteken bekövetkező robbanásszerű kitörések is okozhatnak cunamit. A tenger alatti földcsúszamlások szerepe még nem teljesen tisztázódott. Valószínűleg, hogy ezeket is a tenger alatti földrengések keltik, ezért ezeket nem feltétlenül kell külön csoportba sorolnunk. Azonban meteorit vagy kisbolygó becsapódások is hozhatnak létre szökőárakat. Ez az emberi történelem folyamán bizonyítottan nem történt meg, de a földtani megfigyelések arra utalnak, hogy a földtörténet során számos ilyen esemény történt. Amerikai szakértők számításai szerint egy 300 méter átmérő aszteroida becsapódása a tengerbe 11 méter magas szökőárat keltene. Később kiterítették különböző geológiai kutatásokból, hogy a földtörténet során többször is sor került ilyen méretű kisbolygó becsapódására, és amennyiben ez a becsapódás a tengerbe történt, ez hatalmas, akár több száz méteres szökőárat is generálhatott. Az ilyen földtörténetű korú szökőárak egyértelmű bizonyítása azonban még a jövő kutatásának feladata. Az viszont biztos, hogy 2004. december 23-án Szumátra partjaitól délnyugatra, kb. 160 km-re Szumátrától kipattant egy földrengés, amely hatalmas szökőárat generált. És ez nem csak Szumátrán pusztított, hanem Tájföldön, Sri Lanka partjainál, illetve Indonézia egyéb részein is. De a hullám még Afrikát is elérte. A cunamit egy itt kipattant földrengés generálta. Ennek a tektonikai, illetve tehát a lemezmozgásokkal történő magyarázatának az alapja, az az, hogy az indiai lemez, ami itt látható, ez a Burma lemez alá becsúszott, és miközben becsúszott, kicsit megemelte ezt a Burma lemezt, aminek következtében elindult a szökőár. És azt láthatjuk, hogy itt hogyan is terjedt. A földrengés kipattanása után 15 perccel érte el a Szumátra határát, Tájföldet 60, Sri Lankát pedig 90 perc alatt ért el ez az ár. De azt is láthatjuk, hogy a legnagyobb hullám az Afrika felé indult, és igazából Afrikát két sziget jelenléte mentette meg, most mindjárt elindul megint, hogyha minden igaz, tehát igen, itt látható. És először itt a Maldív szigeteken, majd a Diego Garcia szigeteken szintén megtört a hullám, és ez mentette meg Afrika keleti partjait a nagy pusztítástól. Azonban Indonéziában kevésbé voltak ilyen szerencsések, ugyanis ahol lapos volt a part, ott a hullám 1-2 kilométerre behatolt a szárazföldre, így teljesen elmosta a partvonalat. Itt ezek a képek még a földrengés előtt készültek 2004. júniusában, ahol élesen látható a partvonal. Ez a két kép pedig a földrengés után pár nappal készült, ahol a pusztítás már szemmel látható, ugyanis a partvonal az teljesen megváltozott. A szökőár elmosta az éles partvonalakat. Tehát akkor, miután így alapokban áttekintettük a földrengéseket, a lemez mozgásokat és úgy általában a geofizika alapjait, kicsit a saját kutatási témáról is szeretnék beszélni, ami azzal foglalkozik, hogy földrengések után számos cikk megjelenik különböző folyóiratokban, interneten, hogy a földrengés hatására a föld forgássebessége, vagy a forgástenger helyzete megváltozott. Nos, én annak jártam utána, hogy ezt a különböző mérési adatok mennyiben igazolják. Akkor néhány szót szeretnék szólni a föld forgásáról. Ez egy rendkívül összetett forgás. Igazából a föld forgását a föld szögsebesség vektora írja le,
aminek a hossza a Föld forgási sebességét definiálja. Ezt igazából a naphosszával szoktuk jellemezni, ami sokkal egyértelműbben, tehát sokkal kézenfekvőbb, mint például az első mértékegységrendszerben alkalmazott radián per szekundum, ami sokat nem mond. A forgási szögsebességvektor helyzete pedig a pólus aktuális helyzetét jelzi, tehát ennek a Föld felszínével vett döféspontja a pólus. A Föld forgási sebessége, illetve a pólus helyzete is folyamatosan változik. A Nemzetközi Földforgás és Referencia Rendszerek Szolgálat nemzetközi tehát nyilvános adatbázisa mindenki által hozzáférhető az interneten. Itt két adatrendszer találtam, amelyek ezek a földforgására vonatkoznak. Egyrészt a naphosszára vonatkozóan két adatbázis volt, egy 1962-től és egy 2001-től. Ezek igen nagy mérési pontossággal tartalmaztak napi méréseket. Míg a pólus aktuális helyzetére vonatkozóan három adatbázis állt rendelkezésemre, amelyeknek szintén nagy a pontosságuk, 3/10 milliméter. Ezeket az adatokat különböző kozmikus geodéziai mérésekből tudjuk. Ilyenek például a Holdra vonatkozó lézeres távmérések, ez az LLR, illetve a Műholdra vonatkozó lézeres távmérések, valamint GPS mérések, illetve a Doppler radaros mérések. Tehát a pólus helyzete folyamatosan változik. Tehát a Föld, az ugye jó közelítéssel forgási ellipszoid alakú, aminek van egy szimmetria tengelye. De a Föld forgása az nem ezen a szimmetria tengely körül történik, hanem a Föld pillanatnyi forgás tengely körül. A Föld perdületvektora állandó. Ezt a perdületvektort járja körbe a Föld szimmetria tengelye, és ezt a szimmetria tengelyt járja körbe a Föld pillanatnyi forgás tengelye. Tehát ezért mondtam, hogy ez egy bonyolult mozgás. Ennek a forgásnak van egy elméleti periódusa, amit Euler számolt ki, ez 303 napra adódott. Azonban a megfigyelések mást mutattak, Chandler, amerikai tudós volt, ő 435 napos periódust észlelt, és a különbséget az magyarázza, hogy amikor Euler kiszámolta, hogy mennyi lehet a Föld forgásának periódusa, akkor ő egy szilárd, homogén ellipszoidot vagy gömböt vett figyelembe, de mint korábban volt arról szó, hogy a Föld az nem szilárd teljes mértékben, és nem is homogén. Tehát ez a végül is rossz modell okozta az eltérést a megfigyelt és az elméleti periódus között. Tehát, hogyha megfigyeljük egy hosszú időskálán, azt, hogy hogyan változott az év a Föld forgásának pólusa, akkor ezt az alábbi görbét kapjuk. Itt a függőleges tengelyen az idő látható, ez években van mérve, míg itt a pólustól mért, tehát a referencia pólustól mért távolság, a szög másodpercben van megadva. És nagyszerűen, tehát a Chandler periódus mellett van egy éves periódus is, amelyet nem számolnak, ugyanis ez a Föld tehetetlensége nyomaték változásából adódik, ugyanis a Földön lévő áramlások, a vízáramlások, a széláramlások, illetve a jégváltozásai egy éves periódust okoznak a Föld forgásában, és ennek a két periódusnak a 6 éves lebegése nagyszerűen látszik ezen az ábrán. Ha egy hosszabb időskálán vizsgálódunk, ez talán azért látványosabb, mert hogy itt méterben vannak megadva ezek az adatok. A függőleges tengelyen szintén az idő van évben megadva. Látható, hogy a mérések gyakorisága az igencsak befolyásolja a görbe alakját, ugyanis korábban kevés mérés történt, körülbelül évente 10, ezért így kevésbé tudjuk pontosan leírni, míg 1962-től naponta történtek mérések, amelyek így igen pontos leírást tudnak nekünk nyújtani. Hogyha ezeknek a elmítettem, hogy 6 éves a lebegés a két periódusnak. Hogyha ezeknek a 6 éves periódusoknak az átlagát kiszámoljuk, és azt levetítjük a pólus síkjára, akkor az alábbi görbét kapjuk. Tehát látjuk, hogy
100 év alatt a földrajzi pólus körülbelül 12 métert vándorolt Kanada irányába. Tehát ez egy viszonylag dinamikus mozgás. Azt persze hozzá kell tennem, hogy például a Föld mágneses pólusa sokkal többet mozog. De tehát a Föld pólusa az vándorol, és nem csak simán forog. Akkor térjünk át a naphosszára, ami a Föld forgási sebességének változásával egyenértékű. Itt az ábrán 1962-től napjainkig látszik a naphosszának változása. Ezek millisekundumban vannak megadva. Persze nem azt jelenti, hogy 0,2 ezred millisekundum lett volna bármikor is a naphossza, hanem ezek egy referencia szinthez, egy átlagos középnaphoz vannak mérve, tehát ez ettől való eltérést vizsgálják, ugyanis így egyszerűbb az adatokat kezelni. Itt is látható egy éves periódus, aminek szintén az az oka, mint a Föld pólusának változásánál, hogy hogy évente változnak a jég zajlási viszonyok, illetve a különböző vízáramlás és széláramlási rendszerek. De az éves periódusunk felül itt több hosszabb periódus is látható. Hogyha a nap hosszának változását összevetjük a földrengésekkel, akkor igazából túl nagy kapcsolat nem látható. Tehát elsőre úgy tűnik, hogy nem befolyásolja a földrengést a naphosszának változását. Úgy gondoltam, hogy ennek az is lehet az oka, hogy a földrengésnek nincs akkora hatása. Azért kiszámoltam, hogy mekkora hatása van egy földrengésnek. Tehát vegyünk egy modellt. Hogyha veszünk egy lemezdarabot, ami mondjuk az egyszerűség kedvéért mondjuk 5 km vastag, egy 1 km széles rész, és egy 500 km hosszú vető mentén ez mégis is felemelkedik, mondjuk 10 métert, akkor ismerjük a kőzet sűrűségét, ki tudjuk számolni az elmozduló blokk tömegét. Ez azért lényeges, mert a Föld forgásának változása ez egy kicsit a korcsolyázó mozgásához hasonlít. Tehát látjuk, hogy eleinte, amikor kint van a keze a korcsolyázónak, akkor lassan forog, mikor behúzza, akkor gyorsan. Tehát eleinte lassan forog, majd gyorsan. És a Földnél is ugyanez van, hogyha a tömegek közel vannak a Föld középpontjához, akkor gyorsabban forog, míg amikor kinyújtja karjait, úgymond, akkor sokkal lassabban. De már most az, hogy egy 6370 km sugarú földben 10 méterrel valami kijebb megy, ez akkor a nagy hatást nem nyújthat. De tehát ezek az adatok segítségével kiszámoltam, hogy mennyire változott meg a Föld tehetetlenségi nyomatéka. Erre egy viszonylag nagy szám adódott, de ha tudjuk, hogy mennyi a Föld összes tehetetlenségi nyomaték, akkor látjuk, hogy az, amit kijött változás, ez 14 nagyságrenddel kisebb. Na de hát ez nem igazán sokat mond nekünk, ezért ezt átszámoltam, hogy a naphosszának változásában ez mennyit jelent. Itt az impulzus momentum, ez a perdület megmaradásának tétele értelmében egy rövid számolással megadható, hogy végül is a naphosszának változása 0,8 nanoszekundum. Ezt, hogyha teljesen ki akarnánk írni, akkor ez így néz neki. Itt a piros nullák jelentik a mérési pontosságunkat. Tehát azért nem látszott azon az ábrán, ahol össze voltak hasonlítva a földrengések a naphosszának változásával, hogy bármi hatása is lenne a kettőnek egymáshoz, mivel nincs akkora változás, hogy a méréseinken ez látszódjon. Tehát igazából nem tudjuk mérni a földrengések hatását a Föld forgására vonatkozóan, csak számolni tudunk azzal. Tehát végül szeretném összefoglalni, hogy miről is volt szó röviden. Tehát ugye a Föld az réteges szerkezetű, ugye több rétegből el, vannak különböző felosztása. Ugye a legbelül van a belső mag, aztán külső mag, végül köpeny és legkívül a kéreg. És ez fontos megjegyezni, hogy a külső mag az folyékony halmaz állapotú. Ugye a litoszféra az lemezekből áll, és a lemezhatárakon néha hirtelen sok energia szabadul fel, ez ekkor pattannak ki földrengések.
amely földrengéseket mi az epicentrummal, illetve a hipocentrummal tudjuk egyrészt jellemezni. Ugye a hipocentrum van a mélyben, a törésvonalon, míg az epicentrum ennek felszíni vetülete. Továbbá a földrengést jellemző a magnitúdó és az intenzitás, ezeket nem szabad összekeverni. A magnitúdó az egy konkrét érték, a földrengés energiájára vonatkozik, míg az intenzitás az helyről helyre változik, és a felszíni pusztítást írja le. Ugye szó volt a cunamiről, amelynek igen kicsi a hullámhossza nyílt tengeren, illetve igen kicsi az amplitúdója nyílt tengeren, de nagyon nagy a terjedési sebesség, és a partokhoz közelében feltorlódik, és hatalmas pusztításokra képes. Végül arról is volt szó, hogy a Föld forgása folyamatosan változik. Ennek egyik fő oka az, hogy a földi vízjég és légtömegek folyamatosan változnak, átrendeződnek. Viszont nincs hatással a földrengés, illetve egyéb földmozgással kapcsolatos dolgok. Tehát ezeket nem tudjuk mérni a föld forgásának változásában. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük Póka Andrea előadását. Kedves közönségünk, kérem, tegyék fel kérdéseiket. Arról volt szó az előadásban, hogy a litoszféra 100 km vastag. Ugyanakkor nagyon sokszor halljuk, hogy a földrengések több száz kilométer mélységbe pattannak ki. Hogyan lehetséges ez? Köszönöm szépen. Amikor az egyik lemez a másik alá bukik, akkor több száz kilométer mélységben is látható ez. Tehát itt lehet látni, hogy ugyan ennyi körülbelül a litoszféra vastagság, ez körülbelül 100 km. De ahogy lebukik, nem olvad meg rögtön, hanem sokkal később, bizonyos mélységekben még szintén szilárd, ugyanis földrengések szilárd helyeken pattannak ki. Így itt még van lehetőség arra, hogy a földrengés alakuljon ki. Például amikor itt letörik egy kőzetdarab, akkor az szintén földrengés generálhat. Azt szeretném megkérdezni, hogy miért nem alakul ki cunami, mikor a kőzet lemez lefelé mozog? Legfőképpen azért sem, mert tehát, amikor a kőzet lemez lefelé mozdul, akkor ugye egy olyan, tehát akkor végülis ott vízhiány lesz, tehát a környező helyekről oda beáramlik a víz. És végül is egy olyan hullámtér alakul ki, amelyek hullámok kioltják egymást, ezért így, tehát átmennének egymáson, és így kioltják egymást, és nem tudnak szétterjedni. Míg amikor egy kőzetlemez kiemelkedik, akkor ott a víztömeg az ugye megnő, a vastagság, és akkor onnan szétáramlik, és akkor tud haladni a partok felé, de ez, hogyha kőzetlemez lezökken, akkor ugye oda áramlik a víz, és akkor így ott feltorlódnak a hullámok, de nem tudnak nagy távolságokat megtenni, mint kioltják egymást. Szépen. Az egyik ábrán lehetett látni Magyarországon valamikor a római időben, hogy ha jól emlékszem, 6,3 magnitudójú volt a földrengés. Hogyan lehet ezt megállapítani abból a korból? Köszönöm. Igen. Hát ezt nyilván nem különböző szeizmométerekkel határozták meg, hanem ugye voltak leírások, viszonylag részletes leírások erről a földrengésről, amely alapján meghatározták az intenzitását, és mivel tudták, hogy milyen környezetben pattant ki ez a földrengés, összehasonlították ezt a környezetet egy hasonló környezettel, egy hasonló intenzitású rengéssel, és, mivel annak ismerték a magnitúdóját, ezért azzal összehasonlítva meg tudták határozni ennek a magnitúdóját. Köszönöm az itt jelenlévők és a televízió nézők megtisztelő figyelmét. A Minden Tudás Egyeteme Szeged előadás sorozat keretében a jövő héten Hajdú Angéla, a Szegedi Tudományegyetem kémia doktori iskolájának hallgatója tartja meg Mágneses folyadékok a jövő orvostudományában című előadását. Szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is, viszontlátásra!